Evangélium Szent Márk könyvéből. Jézus Krisztus az Isten fia evangéliumának kezdete. Izaiás próféta megírta, íme elküldöm követemet színed előtt, hogy elkészítse utadat. A pusztában kiáltónak szava, készítsétek el az Úr útját, tegyétek egyenessé ösvényeit. János ezért a pusztában hirdette a bűnbánat kerességét a bűnök bocsánatára. Kivonult hozzá Júdea egész vidéke, és Jeruzsálem minden lakója. Megvallották bűneiket, ő pedig megkeresztelte őket a Jordán folyóban. János teveszőrből készült ruhát viselt, csipőjét bőröv vette körül, sáskát és vadmézet evett. Ezt hirdette, aki utánam jön, hatalmasabb nálam. Arra sem vagyok méltó, hogy lehajoljak, és megoldjam a sarú szíját. Én vízzel keresztellek titeket, ő pedig szent lélekkel keresztel majd meg benneteket. Ezek az evangélium igéi. Krisztusban szeretett testvéreim, hallottátok, mire szólít fel minket ige hirdetőket a sugalmazó Szentlélek, aki egykor a proféták által szól, de most is akar szólni. Szóljatok Jeruzsálem szívéhez, vigasztaljátok meg népemet, vigasztaljátok meg. Éppen a Szentlélekről mondja a mi Urunk Jézus Krisztus, hogy a vigasztalás lelke, a vigasztaló, de azt is mondja, hogy az igazság lelke. Milyen csodálatos, hogy az egyház imádságában a kettő együtt van, amikor kérjük lelki gyakorlat előtt is a Szent Lelket, Isten kihívei szívét a Szentlélek megvilágosításával okossá tetted, hogy ugyanazon lélekben megismerjük azt, ami igaz, és az ő vigasztalásának mindenkor örvendjünk. Igazság és vigasztalás. Testvérek, képesek vagyunk hozzászokni a hamis vigasztalásokhoz. Miben áll a hamis vigasztalás? Éppen abban, hogy elszakad az igazságtól. Hazug, altató szövegekkel képesek az emberek tömegét elaltatni, a bűnös és bűneitől szenvedő ember lelkiismeretét megnyugtatni, vagyis a szívét, az ember benseit, mely éppen még képes lenne fogni Isten hangját. Testvérek, a bűnben a legnagyobb rossz az ön és a közösségi elaltatás. Nem az, hogy egyszer vétkezett, megrendülve fölkelt, hanem hogy a bűn nem is bűn. Az altató szövegeknek lényeges eleme, hogy állandóan ismételni kell, nem is kell, hogy nagyon értelmes legyen, dúdolnak a kisgyereknek, hogy elaludjon, nem kell, hogy értelmes szövegek legyenek, lásd kereskedelmi rádiók állandó fecsegése, mert ha értelmes szöveg lenne, akkor hát, ha még gondolkozna az, aki hallgatná, kábító szövegek. Miért kábítanak? A különböző isteni parancsokat, amelyek az emberi élet védelmére vannak, kikezdik. Testvérek, a házasságot elsősorban nem észérvekkel kezdték ki, mert ez elindultam 100 évvel ezelőtt, mert akkor mindjárt észérveket hoztunk volna ellenük,
hanem állandó szövegekkel, majd a tévé megjelenésekor képekkel. Nagyon régen nem láttam tévét, de hát általában egy sorozatfilm is arról szól, hogy házasságtörések sorozata. És olyan semmi, olyan elegáns. Mára bebizonyosodott, hogy az az európai szellemi irányzat, amely a múlt század első évtizedeiben a katolikus egyház megsemmisítését és lerombolását tűzte ki, hittan eltörlése, az igehirdetők, a papok tökéletes lejáratása, házi feladatnak adom, tessék utána nézni, hogy melyik ez az irányzat. Az 1900-as évek elején, már 1920-ig nyilvánvalóvá lett, kimondottan a katolikus egyház lerombolása, mely középkori eszméivel gúzsba köti a modern szellemet és a haladás gátolója. Ma már láttuk, hogy ez a haladás azt jelenti, hogy egyneműek megházasságot köthetnek, hogy az abortusz meg van engedve, hogy esetleg a lányokat sterilizálni lehessen. Micsoda szabadság! Micsoda szabadság! Ezeknek a szellemi leszármazottjai itt élnek közöttünk. De mennyi szöveget kellett nekik mondani? És mennyit hallott ez a szegény, szenvedő magyar nép? Ez az irányzat ideológiai kábítással dolgozott és dolgozik. Sajnos nagy költőink közül nem egy nyakig benne volt. Zsenialitása csak ott mutatkozik meg, hogy néha egy átdorbézolt éjszaka után mégis fogta a patyolat üzenetét, az ártatlanságot. Ma vannak pszichoterapeuták, lélekgyógyászok, akik a beteggé vált embereket úgy gyógyítják, hogy azt mondják neki, mindenki hibás. Ki volt a hibás? Apád, anyád, nagyszüleid, férjed, feleséged. De arról nincs szó, hogy te hibás voltál. És nincs bűn. Szabadulj fel a lelkiismeret furdalásától. Vétkezz bátran. Nem egy olyan fiatallal találkoztam, aki pszichológia kezelés után jött hozzám, mert arra biztatták, hogy nyugodtan paráználkodjon, akkor meggyógyul. A kábítással történő vigasztalás olyan, mint a póknak a szúrása, amely a legyet érinti. Érzéstelenít, hogy utána megsemmisítse. Testvérek, egy történet jutott az eszembe, épp a múlt héten beszélgettünk. Kossuth rádióban hallottam évekkel ezelőtt, hogy talán protestáns testvéreink jó szándékkal, két házaspárról van szó, úgy tudom, amerikai misszióba jelentkeztek. Hát gondolom, ugye azt gondolták, hogy majd lehet ott hirdetni az evangéliumot, osztogatni szentírás, stb. Most az a szervezet, amely ezt meghirdette, az tulajdonképpen egy destruktív szekta, amely Magyarországon meg van engedve, Németországban nincs. Destruktív, tehát az ember tönkretevő és lealjasító szekta, amely azt nem átalja úgy nevezni magát, hogy egyház. Mondtam már, ha valakinek nagy befolyása lesz egyszer a parlamentbe, tessék újra tárgyalni, hogy az egyházhoz fönn van tartva. Református egyház, katolikus egyház, ortodox egyház, evangélikus egyház. Ha valaki egy új csoportot alakít gazdasági céllal, vallási bázzal, az nem egyház, az vallási társaság. Mert ha ilyent megengednek, akkor sümegen 10 férfiből alakítok magyar parlamentet. Ez a szó le van foglalva. Ez egy nyelvi gazemberség. Sajnos az akadémiában is ott vannak olyan liberálisok, hogy minden meg van engedve. A nyelvi liberalizmus is. Tehát szétrobbantjuk a fogalmainkat, utána azt csinálunk, amit akarunk. A házasság fogalmát ugye kitágítjuk. Bizonyos fogalmakat nem lehet kitágítani, mert akkor nem azt jelentik, amit jelentettek. És testvérek, ezek elmentek Amerikába, és jött egy kastélyszerű, hatalmas, bekerített
területre vitték őket, és hát elindult a munka, és egyszer csak azt vették észre, hogy hát örülnek, hogy most kaptak egy kis jobb kaját, a férj és a feleség nem találkozhatott, és butultak. És egyszer, úgymond véletlenül, a két házaspár találkozott, és nem volt senki más. És felmerült a kérdés, hogy hova jutottunk? Mi ez? Hát már nincsenek emberi igényeink. És éppen aludtak az őrök, és valami csoda folytán két-három kapu nyitva volt, és kiszöktek. És ott egy protestáns lelkész mentette őket, meg utána mentek volna, de ő nem engedte be a házba. Így jöttek haza. A magyar közönség előtt tanúságot tettek erről. Szöveggel, és talán kábítószerrel is kábították őket. Testvéreim, olyan egyetemes a lelkiismeretet elaltató úgynevezett vigasztalás, hogy azt kell mondani, maga a mindennapi élet lett egy mérgezett és destruktív szekta, kerítéssel ellátott kastély börtöne. Innen néha meg kell szökni. És ez a vasárnapi mise. És ez a lelki gyakorlat. És ez a napi elmélkedés. Amikor azt mondja Szent Pál által a Szentlélek, ébredjetek föl álmatokból. A lelki gyakorlat éppen azt célozza, hogy találkozunk Krisztussal, az igazsággal. Még akkor is, ha fájdalmas ez az igazság. Mert ez az igazság minket szeret. Talán szabad egy tapasztalatról beszámolni. Több mint egy évtizede folynak itt a lelki gyakorlatok, és négyféle arcot látok. Az első csoportba tartó emberi arcból nagyon kevés volt. Már régen, de történt ilyen. A beszédeim alatt aludt. Engem nem bánt, hát kár volt eljönnie. De láttam, hogy ez más alvás. Bezárult. Egy gúnyos mosoly volt az arcán. És ez a mosoly rángatózós volt. Ez nem az ő mosolya. És lelépett. A második kategória, egy olyan arcokat látok, akik változnak. Megdöbbentő. Hogy néha rácsodálkoznak arra, hogy micsoda tiszta világot hirdetett Krisztus, és hogy ez így van. Máskor ez egy meseszöveg. A kinti élet a reális. Mi az, hogy kint és bent? Hát magunkban vagyunk. Olyan kísértés dúl benne, amerről tudok. Ezért imádkozom a lelki gyakorlat alatt érte. Hol átadja magát, fölébred, ekkor a világ bűnös élete, mindaz, ami ott kín van, ami őt is érintette, az egy rettenetes, nyomasztó álomnak tűnik. Máskor viszont fordítva van. A harmadik, az valóban fölébredt ember. Mit jelent, hogy fölébredt? Hát eddig is nyitva volt a szeme. Igen, de valami történt, különösen megrendítő férfi arcokon. Hogy most egy belső szem nyílott föl, azt onnét lehet látni, hogy a testi szemébe megjelennek a könnyek. Ezek a könnyek azzal az igazsággal való találkozásból erednek, aki egyszer így szólt, én vagyok az igazság. És aki ugyanakkor a feloldozó Krisztus, az irgalmas Krisztus. Ez a lélek találkozott az igazsággal, és az igazság már szabadítja őt, és őszinte gyónásra készül. Ez a vigasztalódás útján van. Egy igazi vigasztalás útján. Valahol azt írja Szent Pál, hogy mi azzal a vigasztalással akarunk megvigasztalni benneteket, amelyekkel minket az Isten vigasztalt meg. És hát van a negyedik kategória, a lelkileg fölébredt testvérek, de azért maga van a világban, vagy maguk vannak a világban. Egy házaspár, egy
szerelmes pár, akit részt vesz a lelki gyakorlaton, vagy jó barátok, és fáj nekik, hogy tömegek nem tudnak ebből semmit, hogy családtagjaik otthon egyszerűen süketek és vakok erre, hogy talán az unokák, vagy a baráti kör, vagy a munkahely olyan idegen, ezek úgy vigasztalódnak meg, hogy a Szentlélek kinyilvánítja, jó úton jártok. És nézzétek, itt vannak a ti testvéreitek. De küldetéstek van. A keresztény ember általában magányban van a világban. Nem azt mondja Jézus, hogy ti vagytok a föld, hanem azt mondja, hogy ti vagytok a só. Jézus mondja nekik, veletek vagyok. Ha házas párról, ha szerelmes párról van szó, ilyenkor, amikor fölcsillan neki, mert esetleg olyan gyönyörű a papi élet, hát az, én nem tudom, miért nem jelentkeznek fiatalok papnak. Hát fönséges élet. Ami fájdalmas benne az, hogy az eredmény, ami van, az nem, az embert vádolja. Nincs arányba az ember fölkészülésével. Nem én szólok. Szavaim által ő szól. És őt hallgatják. És amikor, és olyan jó szolgálni a híveknek a hitét, mert az igazi keresztény hívő, aki az egyház szentségében hisz, Krisztus Istennek tartja, kértünk, meghalt és föltámadt. Minden tud, de nem végzett teológiát. És egyszer csak kifejtek neki valami hitigazságot, és fölcsillan a szeme, hogy ezt én is tudom, ugyanígy tudom, csak nem gondoltam végig. Ekkor szokták a házaspárok megfogni egymás kezét, meg a szerelmesek, és úgy megnyomják egymás kezét, hogy tudod, mi ezt tudjuk. Vagy a jó barátok egymásra néznek. Igen, hogy kegyelemről kegyelemre haladunk, hogy megtérésről megtérésre haladunk. Jeruzsálemben, vagyis Krisztus egyházában, testvérek, csak az igazság megismeréséből, elismeréséből, még a fájdalmas is, fogad a vigasztalás, mert a végső igazság micsoda? Az, hogy az Isten türelmes, irgalmas, megbocsátó. És hogy azért jött a világra Krisztus, hogy keresse és üdvözítse, ami elveszett. Amen.